Csatlósné Komáromi Katalina, a Művelődés háza és könyvtára igazgatója emlékeztette a harmadik alkalommal összegyűlt egykori sárospataki diákokat arra, hogy a Borsi Antal által készített pataki diákszobra egy kiváló találkozási helyszín lett mindazok számára, akik évről évre visszatérnek az egykori iskolavárosukba. A Bodrogparti Aténként is emlegetett sárospataki diákváros közösségének régi álma vált valóra 2014-ben a pataki diákszobrának állításával. Mindaz a szellemi érték, egymás iránt érzett tisztelet, barátság és kapcsolati tőke, ami a pataki diákok nagy családját jellemzi, immáron tárgyasult formában is jelen van városunkban, Borsi Antal tanár úr alkotásának köszönhetően. Örömmel mondhatom, hogy a pataki diák szobra az elmúlt évek alatt zarándok helyé vált, több korosztály találkozik a várose pontján sárospataki tartózkodásuk alkalmával. Sikora Attila, a polgármester, az iskolaváros jelentőségét emelte ki beszédében. A pataki diák fogalom, szellemiség és világnézet, amely életünk végéig elkísért. És én azt hiszem, hogy pataki diákokká csak azok a pataki gimnazisták válhattak, akik hagyták magukra hatni sárospatak történelmi légkörét, az ősi iskola falaiból és idősebb tanáraik szavaiból áradó történelem szemléletet, a hazaszeretetet, a nemzeti kultúra és a hagyományok vonzerejét és légkörét és a valláserkölcs mágnesét. Az egykori pataki diákok nevében Bolvári Takács Gábor próbált meg arra választ keresni, hogy az évek előre haladtával miért is telik egyre gyorsabban az idő egy-egy osztálytalálkozó között. Ahogy az ember öregszik és egyre több tapasztalatot gyűjt, elkezd gondolkozni azon is, hogyan ossza be az idejét. Fokozatosan felfogja, hogy egyetlen elpazarolt röpke óra vagy egy hétvége olyan idő, amelyet nem kap vissza soha többé. Az ünnepi műsorban közreműködött a Sárospataki Református Általános Iskola és a Bodrog Néptánc Együttes. Zárásként a jelenlévők megkoszorúzták a pataki diák szobrát.